Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Te és ő egy szerelmi jóslás. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes, passzol a helyzetedre. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Asztrológiával együtt 10000 forint. Most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Akár egy hölgy vagy, akár egy férfi. A te kártyáid itt vannak bal oldalon, és szemben vannak az ő kártyái. Most megnézzük a te helyzetedet. Itt lesz egy jó hír, hiszen a levél az utal egy hírre, persze lehet egy szerződés is, és itt a 4 levelű lóhere szerencsét hoz. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, előtted az utak jelentik a te döntéseidet, hiszen elérkezel az élet utadon, ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a torony jelentheti azt, hogy te szeretnél valamit megnagyobbítani. Itt akkor van egy szerencsés fordulat, hiszen megvannak a lehetőségek erre. A torony jelenthet egy hivatalos ügyet is, vagy egy bírósági ügyet. De nincs gond, hiszen ez a dokumentum, vagy ez a jó hír, ami szerencsét hoz számodra, már útban van hozzád. Ha odafigyelünk az érzelmeidre, akkor lehet, hogy itt van egy szűkös helyzet, és úgy érzed magad, minthogyha benne lennél egy toronyba. Ez olyan, mint egy labirintus. Nem érzed jól magad ebben a helyzetben, és keresel egy kiútat, keresel egy megoldást. Mivel előtted ott vannak az utak, itt van erre egy lehetőség. Lezárod ezt a helyzetet. Van egy megoldás. Itt a kereszt jelenti a hitedet, higgy magadban, higgy benne, higgy a jó Istenben, hiszen segít neked. A kereszt jelenthet egy találkozást is, hiszen a sors utatok kereszteződik, és útban van hozzád. Lehet, hogy ez a levél egy meghívás. Amit a kereszt még jelenthet, ugyanúgy, mint előtted az utak, ezek a döntések, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Jelent döntéseket, jelent változásokat, ez lehet egy munkahelyi változás, lehet egy költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatban. És most megnézzük az ő képeit. Itt a gólya jelent nála változásokat. Ez is lehet munkahelyi változás, lehet költözködés, vagy változik valami a hozzáállásán. Itt a halak jelentik az anyagiakat, a munkát és a hivatást is. Itt lesznek nála változások. Amit a halak még jelenthetnek, ezek a belső értékek, hogy te értékes vagy számára. Sőt, itt megjelenik a szív, ez jelenti azt, hogy ő szeret téged. Itt a nap megvilágítja ezeket a dolgokat, ő nyíltan beszél szerelemről, a nap megvilágít téged is, láthatóvá tesz téged, az azt jelenti, hogy látni akar téged. Nem jön üres kéze, hiszen átnyújtja ezt a virágcsokort, az lehet egy ajándék, vagy egy meghívás is.
És itt a hold szimbóluma jelentheti ugyan az anyukáját, vagy az anyai érzelmeket is, de jelenti az álmait, a vágyait, az elképzeléseit. Itt lesz egy kellemes meglepetés, őszinte hozzád, szeret téged, meg lesz a megbecsülés, és lesznek változások. És ez volt a szerelmi jóslás, te és ő. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!